Több évtizedes ígéret valósul meg a 31-es főút Heves megyei szakaszának felújításával, jelentette ki Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Hevesen. Összesen 9,6 milliárd forintból újul meg a 31-es főút Heves megyei szakasza, a Jásságtól egészen Dormándig, ahol a 33-as útba csatlakozik. Ez egy kemény két éves küzdelem volt, hogy elérjük, hogy ez a 9,6 milliárd ide jöjjön ennek a térségnek. Nagyon fontos Heves és környékének, hogy a megyeközpontot milyen úton, milyen viszonyok között és hogyan tudják elérni, a buszokkal az itt élők hogyan tudnak munkahelyre eljárni, és hogy mit lehet ezért tenni. A felújítástól gazdasági fellendülést remél a város polgármestere. Schweitzer Sándor azt mondta, Heves ütőere a 31-es. A felújítás egy műtét, egy érszakasz cseréjével Heves bekerülhet az ország gazdasági vérkeringésébe. Az ide tervezett körforgalom alapvetően megváltoztatja majd Hevesváros életét és a város látványát egyaránt. A 31-es út ezen szakaszának felújításával újabb esélyt kapnak a hevesen élők, de újabb esélyt kap a délhevesi térség, a hevesi járás is. Már elkezdődtek a 23,5 kilométeres szakasz felújításának előkészítő munkái. Eltávolítják a bozótot és az úthoz közel lévő fákat, mert az új nyomvonal szélesebb, biztonságosabb lesz. Két rétegben 11,5 tonna terhelést is bíró aszfalt burkolatot kap az út, mert ezen a szakaszon nagy a teherautó és mezőgazdasági gépforgalom. A felújítással várhatóan novemberre készülnek el.